Ebben az esztendőben számos kihívás elé nézett pálháza önkormányzata is. Amellett, hogy a tavaszi koronavírus járvány okozta a helyzetben is, igyekezett a lakosságnak segítséget nyújtani, egy új formában szervezte meg életét. Közös önkormányzati hivatal alakult, aminek központja a település lett. Ezzel együtt pedig új szemléletet is igényelt az ezzel összefüggő feladatellátás. Közel egy hónapot vett igénybe, hogy a települések ennek az új rendszernek a működését elsajátítsák, és a saját költségvetéseik Létrejöttek az új közös önkormányzati hivatalok. A három hegyközi közös önkormányzati hivatalból kettő alakult újjá, kibővített település számmal. Ez egy plusz feladatot jelentett minden településnek, minden település vezetőnek és a közös önkormányzati hivatali dolgozóknak különösen, hiszen Pálháza gesztó településként a 18 közé települést is irányítja, és egy kibővített hivatal jött létre, mind Pálházán, mind pedig Mikóházán. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatok ezt a hivatali átalakulást nagyon jól megoldották, és el is indult a általános működés, minden település így pálháza is elkezdte e, megvalósítani az új terveket, elképzeléseket. Ez azt is jelentette, hogy Pálházan befejeződött több beruházás is, ami több területen az ítélő komfortérzetét, alapszolgáltatások fejlesztését jelentette. A legnagyobb beruházásunk a topos program keretén belül a barna beruházás is véglegesen befejezésre került, és átadásra is került a nagy közönség részére az új épület. Ezen kívül sikerült befejeznünk a magyar falu keretén belül az orvosi rendelő kettes számú fejlesztését, valamint topos program keretén belül az egyes számú Fejlesztést, ami az orvosügyeleti részt érintette. Ezen kívül sikerült egy új, korszerű óvodai játszóudvart kialakítani a gyermekek számára, hiszen ez is nagyon fontos, hogy az intézményeik, az oktatás és nevelési intézmények is részesüljenek ebből a pályázati fejlesztésekből. A polgármester hozzátette, hogy a jövő esztendőben az egyik kiemelt céljuk, hogy a település belterületi útjai is megújuljanak, hiszen a Sátoralja új és pálháza, valamint a pálháza és telkibánya között tervezett több milliárdos útfelújítással így kiegészülve teljes egészében tudná az a térség turizmusát szolgálni.